G2A. A legjobb leárazások egy helyen. De főleg a leírásban. Hú, hát agyonra játszottuk ezt a mai napot, és már is igyekszem nektek hozni, hogy mi is jelenleg a meta, illetve mi az, amit egyszerű megjátszani, hogy tudjatok minél előbb haladni ti is, meg úgy mondom, eddig még nincs túlságosan elterjedve. Néhány kompozíció, amit fontos lenne kiemelni, tehát jelenleg, ami úgymond meta alatt van, meg nagyon-nagyon erős, ezt ugye mér itt ez a statisztikai oldal is, az egyértelműen a Zoe plusz Z kompozíció, ami abban merül ki, hogy ugye Zoe-ra összerakod ugye a Blue Morello Giant Slayer-t, a Z-re pedig ugye használod az Edge of the Night, a Runan és a Titan's Resolve-ot. Na most én jobban preferálnám, hogyha annyira rámentek, ez ugye egy level 8-as kompozíció, tehát level 7-en addig mész, ameddig nincsen meg a 2-es Zoéd. A többi az pedig már mindegy szálig level 8-ra nagyon figyeljetek oda, tehát Zoéra okvetlen blue-t rakjatok, brutálisan erős tud lenni, sőt, és azért van szükséged aztán Sejuani-ra meg Echo-ra, hogy minél több időt húzzál. Amire még külön felhívnám a figyelmet, hogy ugye a Zoe plusz Z-ből meg lesz a Hecarim mod, ugye a Hecarim hátra viszi a Z-et a backlane-be, és mindig a Z-et viszed hátra. Ha nagyon félsz attól, hogy mellé nyúlsz a pozícióba, akkor Z-et mindig csak így hátul középről vigyed be, és akkor na, sokkal kevesebb eséllyel rontod el a pozícióját. De az Edre meg okvetlen fontos az Edge of the Night, tehát az Edre az Edge of the Night, az Zoe-ra pedig a Blue a létező legfontosabb. Na de most, van itt egy olyan kompozíció, ami nem igazán van elterjedve, és rögtön be is mutatom nektek, az pedig az Eskere, a jó öreg Es, amit mindjárt meg is mutatok, hogy én jelenleg hogyan szeretem játszani. Tehát a jelenlegi metában a Last Whisper helyett, de ha netán nagyon gyorsan kijön, akkor nyugodtan játszad. Én inkább azt ajánlanám, hogy az S-sel próbáld meg így ezt a kombót, hogy így Last Whisper Runan, meg egy DB. Ezt az S-re nyugodtan próbáld ki, de hogyha Runan helyett Guinzót raksz rá, az is teljesen jó. Na most miért jó ez a kompozíció? Mert tudsz benne pörgetni 3 darab tier 1-es csempet, akik iszonyat erősek tudnak lenni, és mindjárt mondom, hogy mi az, amit még szoktam velük csinálni. Így néz ki a korai játék szakaszot, tehát gyűjtöd a Blitzcrank-et, a Renekton-t meg az Est, addig maradsz ugye level 5, ameddig kipörgeted az Est, a Renekton-t. A Blitzcrank az opcionális, ha netán a Blitzcrank nem jön ki 3 csillagra, akkor hagyd a rákba, de az Est meg a Renekton az kell neked 3 csillagra. Majd kiegészítő egységek. Lehet akár az Ezreal, vagy pedig lehet akár a Vi is, de a legjobb, hogyha mind a kettő, és akkor ha netán nincs Last Whisperöd, akkor a Vi az rá tud neked segíteni, hogy mégis van Last Whisperöd, mivel ő ugye shreddeli az armort, az a képessége. Ugye? Ezt tudjuk már, ez csak ennyi, hogy olvasni kell. Szóval mindig azon az oldalon használd, amerről van az S, hogy segítsen mindig ugye az armort lebontani arról, aki itt áll az S előtt. Na most, nagyon egyszerű, tehát ezeket ugye ki kell 3 csillagoznod, a Vi-t, ha ki tudod ingyen, úgymond rollolásmentesen 3 csillagozni, az mindig nagyon-nagyon jót fog menni, de én inkább amit ajánlok, hogy minél előbb lőjed a szintet és játsszál Sejuanit. Úgyhogy Sejuanira pedig a legjobb itemek én szerintem az így a Warmog, ugye jelenleg most nagyon jó tankos item. Akkor a Morello, az ugye az anti-heal véget nagyon jó. Majd pedig, amit még talán tudnék ajánlani, az pedig legyen például, hát vagy a Protector's Vow, vagy pedig tényleg ami jön, de inkább legyen akkor tényleg a Protector's Vow, mert az ad még ugye neki manát, tehát minél előbb kikasztol. Ha a Sejuaninak az augmentjét kettő közül kell választanod, mert épp az dobja be, akkor én azt ajánlom, hogy azt válaszd, amelyikkel az egész mappot lefrízeled. Azzal sokkal-sokkal többet fogsz elérni, mint hogy valamennyire tankosítasz a többin, mert akkor Sejuaninak van egy garantált jó CC-je, higgyétek el, iszonyatosan nagyot megy a Sejuani CC.
miért szoktam általában ezt így játszani? Azért, mert ameddig nincsen Sejuani, addig játszhatsz egy másik lézerkorpot, és a lézerkorp még elég szép plusz damage-et be fog neked vinni. Tehát én egyelőre így ajánlom ezt a kompozíciót, aztán pedig már rajtad múlik, hogy most érted, még több rekont kiraksz, vagy pedig úgy döntesz, hogy neked tiszta irányod van, hogy több lézerkorpot játszál. Tehát lézerkorp emblemmel vagy valami, akkor ugye egyértelműen minél több lézerkorpra mész, ha pedig elmégy meg, akkor mind kiegészítő egységnek tudod a rekonokat befelé pakolni. Ezzel én elég sokat climboltam, így az S elég sokszor kijött, a match history-ba is tudom nektek akár mutatni. Nagyon-nagyon szépet tud menni, meg nagyon-nagyon szép. Itt van például egy második hely is vele a mai nap. A Z-et használtam még ugye Laser Force-ba, vagyis Laser Core-ba, bocsánat, Laser Force. És konkrétan az S, itt van megint egy második hely vele. Arra, amire vigyázzatok, hogyha látjátok, hogy legalább ketten már mennek rá, akkor annyi az egészben a különbség, hogy az S-en ugye egyelőre hordozod az itemeket, majd pedig pivotolsz ki Vayne-re, és akkor a Vayne-nek a kompozíciója meg úgy néz ki, hogy mindjárt mutatok is egyet, egy másodperc. Itt is van a Vayne-nek a team kompja, ugye itt ugye az a lényeg, hogy a Vayne-re úgy szintén ezek nagyon jó itemek, de viszont a Vayne-re már kötelező a Guinzo, aztán a Runan az megint már csak jó, de a Vayne-re ki tudsz pivotolni, meg ott akkor átdobálod ugye a frontléneket, akire érted normálisan szükséged van, tehát ugye az Anima Squad meg legyen a három darab, ugye a másik pedig, hogy a Jinx-nek köszönhetően meg lesz itt a Prankster is, valamint az Aegis is, tehát a maszkottal, és akkor most a jelenlegi metában, amit még hozzá kell csatolnom mind ilyen információt, az pedig az, hogy ne sajnáljatok két carry-t csinálni, mert nagyon könnyen ki tudják az egyik felét csatolni, szükséged van két carry-re. Én ezt tudom ajánlani, hogy ezzel induljatok meg így a napokban, illetve egy fontos információ, mert most jelenleg bugol a shop, ne vegyetek egyelőre luxos cseszteket, mert nem fogtok belőle kapni semmi újat, mert valaki nagyon mellé nyúlt a kliensbe. Gondolom ez már nem újdonság számotokra. És amire felhívnám a figyelmet, hogy írd le, hogy neked milyen kompozíciók váltak be eddig a komment szekcióba, ugyanis a kommentálók között egy Need for Speed Unbound kerül, keresi gazdáját. Ami tudjuk, hogy egy AAA kategóriás 60 eurós játék. Köszönöm szépen a figyelmet, lájkoljátok be a videót, kövessetek be mindent is, találkozunk streamen, sziasztok, peace!